Ma már tényleg péntek van. Jó estét kívánok! Több a téma, mint a műsoridő, úgyhogy vágjunk mindjárt bele, és rendhagyóbb módon ma a műsor vendégeinek teszem fel a nap kérdését. Persze azért játszásiból gondolkodhatnak önök is azon, hogy mit válaszolnának. Be is mutatom, hogy kik ülnek ma a stúdióban. Itt van Cseh Katalin, Momentum európai parlamenti képviselője, Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, és Fekete Norbert újságíró. Jó estét kívánok, szervusztok! Készen álltok-e a játékra? A, és B, A, B és C variáció közül lehet választani. Na, azt találtam ki, hogy a vendégek szerint szavazhat-e Budapesten Nikolá Gruevski, a hazájában elítélt volt macedón miniszterelnök. A, még szép, hogy szavazhat, B, kizár dolog, hogy szavazhat, C, nagyon kínos, de szavazhat. Na. C. A. Még szép, hogy szavazhat. Hát ebben a rendszerben még szép. Ugye csak a nézők kedvéért, ha valaki nem látta, ugye ez is a mai nap híre volt, szavazhat Nikolá Gruevski Budapesten, ráadásul a belvárosban, az 5. kerületben, mert hogy állítólag érvényes lakcímmel rendelkezik, bár hogy pontosan hol lakik, azt nem lehet tudni, tehát ez nem derült ki a névjegyzékből, hogy hol van az a bizonyos lakcím, de hát a nyilvántartás szerint 5. kerületi lakos. Azért ez rém furcsa, tehát egyrészt, hogyha abból indulunk ki, hogy mindenki, akinek lakcíme van bejelentve az adott helyen, az szavazhat, akkor rendben van. De hát közben meg mi köze van neki a magyar helyi közügyekhez? Jól tudom, a magyar választási szabályok szerint, akik menedékjogot kaptak, azok szavazhatnak. Inkább az a kérdés, hogy Nikolá Gruevski miért kapott menedékjogot. Nem az, hogy miért szavazhat, hogy egyáltalán hogy sikerült őt kicsempészni. Én sem arról beszélek, hogy jogtalan, de hogy halálosan furcsa, az biztos. Hát ez már annyira belefér ebbe az országba. Valóban a Gruevski ügy eredete furcsa, igen. Ez már csak haba tortán, hogy szavazhat. Megjegyzem, én 5. kerületi vagyok, még a végén az én szavazatomat fogja közömbösíteni, úgyhogy személyemben is megtámadottnak érzem. Valószínűleg nagyon kiforrott véleménnyel lehet Nikolá Gruevskinek arról, hogy az 5. kerületbe ki a rátermet jelöl. Kétséged van benne, hogy a pártlogokat nézi és tudja majd hova szavazzon? Nem Tüttőkatától kapott menedékjogot. Igen, a balkáni bővítés már elég hamar elkezdték a magyarok az ő befogadásával. Ja, ez nem jutott eszembe, ez a magyarázat. Ezen a parlamenti kollégáim is kicsit meglepődtek, amikor elmondtam nekik, hogy milyen érdekes dolgok vannak még itt a bővítési portfóliónál. Igen, hát ráadásul tényleg egy hazájában bűncselekmény miatt letöltendő börtönbüntetése ítélt emberről van szó, szóval, aki megszökött a börtön elő. Na mindegy, indítsuk akkor a mai műsort. Az első témánk az az, hogy ma Tarlós István Borkai Zsoltot bírálta egy interjúban. Jönnek a részletek, mutatjuk. Nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége? Ezt Tarlós István kérdezte Borkai Zsolttal kapcsolatban az Inforádió Aréna című tegnap esti műsorában. A főpolgármester szerint Borkai Zsolt méltatlanná vált a polgármesteri tisztségre. Hozzátette, felháborítja és elkeseríti a történet. A főpolgármester azt is mondta, attól tart, hogy Budapesten is sokakat elgondolkodtat a Borkai ügy, ami szerinte védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Tarlós István szerint ugyanis sokat és tisztességesen dolgoznak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, de erre Borkai Zsolt előállítja ezt a helyzetet bizonyos mértékig az egész közösség fontójára. Úgy tűnik, hogy Tarlós érzi, hogy mi lenne Borkai kötelessége. Véleményetek szerint a főpolgármester részéről ez egy kampányfogás, vagy jogos felháborodás? Ő maga kimondta azt, hogy mi zavarja. Az zavarja, hogy Budapesten hatása lehetett ennek a dolognak. Ezért a Fidesz neki megengedte, hogy a választási siker reményében mondjon egy ilyen elhatárolódást. De hát könyörgöm, nem Tarlós a politikai főnöke Borkainak. Borkai politikai főnöke Orbán Viktor, akinek kellene, pedig nem szólalt meg, csak a kormány tagjaival mondatott el arcpirító dolgokat arról, hogy ez magánügy, meg a pártnak nincs vele dolga. Hát Lendvai Ildikó szerint ez kampányfogás, hogy... Attól még lehet, hogy ő komolyan gondolja, de hogy nem maga találta ki, hogy ezt szabad elmondania, vagy nem, hiszen az első napokban még nem mondta, hanem kampányfogás a pártja részéről, hogy Budapestnek megüzenik, hogy tudják, hogy nincs rendjén, az országnak, meg az igazi főnök nem mond semmit. Néhány nappal ezelőtt beszélt arról Orbán Viktor, hogy a 11. parancsolat ne mondj rosszat, fideszes társad. Ez már blaszfémia, most nem azért. Az. Hát ez konkrétan a vallás meghamisítása, most ez már önmagában is egyébként elég durva, de
Nem veszem el Tarlóstól a témát, de azért ez mérek, tényleg helyes. Mindannyiótok véleménye érdekel, tehát hogy van-e más vélemény? Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy ezen őszintén fölháborodott, és ő tényleg ezt gondolja. Azt nem gondolom, hogy a Fidesz engedte meg neki, sőt, én azt gondolom... Sokszor kibeszélt eddig is. Igen, de én nem volt ebben egy szerepformálás eddig is, hogy ő kibeszélhet? Hát majd a választás után meglátjuk, hogy mennyit ért ezzel a szerepformálásra, de nekem van egy olyan teóriám, hogy igazából a Fidesz annyira nem is bánná, hogyha Tarlós nem nyerne, ugyanis eddig sem nagyon kapott semmit Budapest, ezután pláne nem fog semmit kapni, és lesz mire fognia, mert hogy most Tarlós marad, akkor úgy kell nem adnia Budapestnek, hogy az ő embere van az élén. Úgy, hogy 9 év alatt Tarlós gyakorlatilag semmit nem csinált, ugye a pontjainak az első pontja átadta a 4-es metrót, tehát hogy nem is az ő érdeme, már amennyiben érdem az a elcseszett beruházás, de hogy szerintem simán... ezt nem hallottam, de hogy simán benne lehet szerintem abban, hogy mert ugye nem nagyon nyomul a Fidesz Budapesten Tarlós mellett. Tehát így Orbán Viktorral sem találkozott, tehát én nem azt mondom, hogy elengedték, és örülnének neki, hogy a Karácsony nyerne, de ha úgy alakulna, hogy Karácsony Gergely nyer, akkor van mire fogni azt, hogy még jobban elzárják a csapokat. Katalin? Hát nyilván Tarlós azért nyerni akar, és Tarlós látja, hogy kezd ráégni Fideszre ez a borkai botrány. Látszik, hogy a NER valódi arcát tényleg ez a jakton, hát kétes hírű hölgyekkel, kétes hírű szerekkel, kétes hírű mahinációkkal a háttérben levő ilyen elképesztően szürreális sztori mutatja. És hát ez nagyon kínos most a Fidesznek, kínos Tarlósnak is, és ezért most próbálja előadni ezt az... Ő nagyon független a Fidesztől, és ő egy független jelölt szerepet, de hát nyilván jogos felvetés, hogy aki 5 éven keresztül, sőt 2 cikluson keresztül Orbán Viktor tenyeréből evett gyakorlatilag nagyon sokszor, mégis hogyan lehetne független? Tarlós ugyanannak a NER-nek a része, amely kitermelte magából Borkai Zsoltot. Van, bocsánat, tessék. Nem, csak azt a mondatot akartam hozzád fűzni, mert egyetértünk természetesen, hogy a Borkai ügyben az zavarhatja a Fideszt, és ezért tart a következményektől, hogy azért annak a videónak nem az a lényege, hogy Borkai vetkőzik Pucérra, itt a NER vetkőzött Pucérra az olyan jelek alapján, amiket elsoroltál. És ez már nem Győrben zavaró elsősorban, vagy nem csak ott zavaró, hanem Budapesten is mindenütt. Győrben zavaró, mondta Lendva Ildikó. Mit gondoltok arról a történetről? A megoldást nyilván csak találgatni tudjuk. Borkai ma 4-kor meghirdetett egy sajtótájékoztatót 6 órára. Most kellene kezdődnie. Terve is volt véve egyébként, hogy oda kapcsolunk, mert hogy adásunkkal egy időbe. 5 órakor lemondta. Tehát mi történhet a kettő között, hogy 4-kor azt gondolom, hogy kiállok a nyilvánosság elé, és mondok valamit, majd egy órával később megmásítom a véleményemet. Engem őszintén szóval nem érdekelnek az indokok most, mert minden normális országban, minden normális demokráciában egy ilyen balhéj lemondást ér azonnal. Nem hetek múlva, meg nem úgy, hogy elmegy nyaralni, ugye Borkai most a héten nyaralt, pihent, azonnal le kell mondani. Ez egy akkora balhé. Az Európai Parlamentben is már úgy emlegették nekem a kollégák, mint a magyar Ibiza botrány. Elképesztő, és Borkai meg itt sunyog, hát hogy most a főnökei mit mondtak neki, mit engednek meg, mit nem, ez védhetetlen. Tudunk példát mondani, majd hogy nem azt mondom a rendszerváltás óta, amikor egy ilyen ügy, mondjuk ilyen ügy nem volt, de azért voltak nagyon meredek ügyek az elmúlt évtizedekben, és után valaki azt mondta, hogy én voltam, vállalom a következményeket, lemondok. A Fidesz egy miniszter elmondott. Egyszerűen a magyar politikai kultúrában ennek nincs. Hát volt kis Elemér példájára, én még emlékszem a Megyesi kormány idejéből. Vagy... Ott a szerződések, ugye a miniszterelnöki hivatal az ügyvédi iroda szerződései voltak. Igen, ami negyed annyira nem volt súlyos, mint most Trócsányi, de Kis Elemérnek le kellett mondania. És te mire gondoltál, Norbi? Nem jut eszembe, a Fidesz közlekedésügyi minisztere volt, aki egy buszpályaudvar átadóra sietett, és Orda Csehinél a sofőrje elcsapott egy trabantot, amiben ketten ültek és meghaltak. Igen, valóban. És utána mindenféle igen. Szó nélkül lemondott. Uh-huh. Hogy... Hát az már meglehetősen régen volt. Hát ez egy másik világban volt. Igen, azóta sok. A jövőre tekintünk egy kicsit. Azt kellene elérni. Bocsánat, nekem még eszembe jut Pokorninak az ügye, ugye, aki az apja miatt. Tehát, a Fidesz elnökségéről, vagy igen. Tehát, hogy az még ráadásul nem is közvetlenül róla szól, de vállalta a következményeket, Kata. Szóval csak, hogy a jövőbe tekintve pont ezen kellene változtatni. Pont azt a politikai kultúrát kellene meghonosítani, amikor a tetteknek következménye van. És amikor nem a saját döntése az embernek, hogy akkor most meddig ül ezen a döntésen, hanem a
választók, a pártja és a saját lelkiismerete egyértelműen megmutatja azt, hogy politikusként felelősségünk van a közösségünk felé, politikusként nem lehet ilyeneket megcsinálni, választópolgárként sem lehetne ilyeneket csinálni, de politikusként ez a politikai szereppel nem fér össze. Ezt kell megteremteni. Én értem, és azt is értem, hogy a választópolgárt leváltani nem lehet, de gondoljátok, hogy mindaddig, amíg ezt mi választópolgárok nem követeljük ki a politikusainktól, addig ez meg fog-e történni? Nem tudom, olvastatok-e kommenteket a Borkai sztori alatt. Egy csomó borkai szavazó Győrben azt mondta, volt olyan, aki például azt mondta, hogy legalább látjuk, hogy nem homoszexuális a polgármester. Ja, szóval, az a honfoglalás 2001-esület örült neki annyira közleményben. De nagyon sok ilyen van, hogy attól még épül, szépül a város, ez pedig az ő magánügye. Mi magunk sokszor nem gondoljuk azt, hogy ennek konzekvenciája kellene. Hát ez ugyanaz, mint amikor azt mondja a fanatikus kormány szavaz, hogy lopnak, de legalább a jó magyarok lopnak, és akkor ez így rendben. De a Fidesznek az a szerencséje, hogy ebben van szex ebben a történetben, mert senki nem arról beszél, hogy ő kinek a pénzéből volt, ki finanszírozta, és egyáltalán azok a csávók ott, meg azok a nők, akik nem is biztos, hogy prostituáltak, hanem hogy mondjam, az üzlet részei, mert ugye ők kaptak EU-s támogatást, amiről nem tudjuk, hogy ők strómanok voltak-e, és csak átfolyatták rajtuk a pénzt, már elnézést. Vagy előleg vagy volt pedig, a szolgáltatásokért. Vagy pedig valamilyen szolgáltatást. Prostitúciónak nevezhető-e az, amikor közpénzből van kifizetve a kisasszony, ugye? Hát ilyen értelem. Érdekes kérdés. Ez a lényeg, ezek a lényegek. De hogy nem a háztartási prostitúció, tehát az útszéli meg a bordélyházas, hanem hogy ez egy magasabb szint, ahol más az áru, meg más az érték is. Tehát, hogy igazából arról kéne beszélni, most az, ugye el is ült ez az egész történet, tehát a szex része az kifutott, és akkor utána nem történik semmi, Borkai csinálja a fesztivált ezekkel a hülyeségekkel, hogy meghirdet sajtótájékoztatót, majd lemondja, amit nyilván nem egyeztetett a központtal. Tehát, pedig ugye azt mondják, hogy a Fidesz kommunikáció milyen vérprofi. Hát itt most, mintha homok került volna a gépezetbe. Hát nem tudjuk, hogy mi zajlik a háttérben, tehát ott valószínűleg. Én egyébként arra lettem volna nagyon kíváncsi, hogy amikor ez az egész kiderül, akkor otthon, a Borkai villában azt a válságtanácsot megnéztem volna, a papa, mama, a két gyerek, hogy akkor most ezen gondolkodnak, hogy hogyan lépjenek ki, és abszolút bevillant az Aranyélet című magyar filmsorozatnak néhány jelenete, ahol ott ül a család, akit ugye még az édesanyát, vagy a feleségét, azt még ugye eleinte szánták is, hogy hát szegény, hát milyen szégyent hozott rájuk, de hát én azt gondoltam, hogy ezt nem Borkai egyedül csinálja, ez egy családi vállalkozás. Ez így derült közben. Utána kiderült, igen, tehát pár nappal utána, meg most ugye jönnek az egyéb részletek is, tehát hogy ez az egész társaság, arról kéne beszélni, hogy ez hogyan működik, és majd áttérünk egy másik témára is, hogy ez szerintem nem oldalfüggő. De minden esetben most vasárnap tényleg meg lehet mutatni a rendszernek, hogy van következménye a cselekedeteknek, és minden győri választópolgár tényleg arra kérnék, hogy menjen el szavazni, és szavazzon egy olyan emberre, aki tisztességes, aki nem keveredett ilyen balhékba, és aki jobban tudná vezetni a várost. Szerintem az ellenzék jelöltje, Glázer Tímea maximálisan alkalmas, és mindenki, aki szeretne egy kis morális tartást a politikusokban, az tehet annyi szolgálatot az országnak, hogy nem szavazza meg Borkai Zsoltot. Na, kedves Ildikó, vegyen egy mély lélegzetet, mert a kispesti szocialisták videójával folytatjuk íme. Strómanokon keresztül lehet sokat keresni európai parlamenti képviselőként. Ezt állítólag Lakner Csaba kispesti szocialista képviselő mondta azon a hangfelvételen, amely nemrég szivárgott ki. A Magyar Nemzet szerint Lakner azt mondta, EP képviselőként 4 embert alkalmazhatnak a politikusok. Szerinte a szocialista pártra az az igaz, hogy mindig úgy csinálják, hogy strómanokat alkalmaznak jó drágán, akiknek csak a fizetésük 30-40%-át adják oda, a többit megtartják. Lakner Csabáról egy hete szivárgott ki egy felvétel, amelyen fehér porral a kezében beszél kispesti összefonódásokról és egyéb ügyekről. Vajda Péter kispesti polgármester szerint, ha valóban Lakner Csaba szocialista politikus van a kiszivárgott felvételen, akkor vissza kell, hogy adja a mandátumát, írja a Népszava. A kerület vezetője azt mondta, amennyiben bizonyíthatóan Lakner van a felvételeken, és bebizonyosodik, hogy kokaint fogyasztott, akkor távoznia kell a közéletből. Gajda Péter szerint azok a vádak, amelyek őt is korrupciós ügyekbe keverik, valótlanok. Hát ez... Na, Ildikó, mennyiben más ez a sztori, mint a Borkaié? Tehát Borkai kezét nem engedte el a pártja mindeddig, de Laknerét sem. Két fontos különbséget látok.
Az egyiket sokszor elmondtuk, és nem is ezt tartom most a leglényegesebbnek, hogy még Borkai kénytelen volt maga is elismerni, hogy igen, ő az, és ezt csinálta a hajón. Mi több papírok vannak azokról a gazdasági disznóságokról, amelyeket én is nagyobbaknak vélek a szex botránynál. A hölgy kifizetéséről, az üzlettársak manővereiről, az Audi-nak eladott telkek ügyében. Itt nem tudjuk még, hogy a szöveg vágott vagy nem vágott. Pontosabban hát valamennyire nyilván vágott, de hogy mi hangzott el eredetileg. Ez egy különbség, de nem ezen akarok lovagolni, mert itt legfeljebb véleményeink lehetnek. Politikai szempontból lényegesebbnek tartom a következőt. Valóban, itt mondtál egy fél mondatot az előbb a bejátszás előtt, minden oldalon történhet meg disznóságok, nem tudom, hogy itt történt-e, még egyszer mondom, nem tudom, milyen a szöveg. Hogy reagál rá az adott politikai oldal, az az igazi különbség. Itt, Kispesten, az illető úr politikai főnöke kvázi, a közös jelölt polgármester azt mondta, hogyha részint feljelentést tett rögtön, tehát átadta a rendőrségnek az ügyet, másrészt azt mondta, hogyha kiderül, hogy tényleg ez az önkormányzati képviselő saját hangján manipulálatlanul ezt mondta, akkor mennie kell a politikából, és el kell venni tőle a mandátumot. Mit mondott Borkai Zsolt politikai főnöke? Az előbb már beszéltünk róla, Orbán Viktor, a nagy semmit. Ellenkezőleg próbálnak úgy tenni, mintha azon a videón csak szex lenne, mintha ez ugyanaz lenne, mint mondjuk a Wittinghoff ügye, ahol semmilyen közpénz, nem szép, de semmilyen közpénzgyanú nem forgott fenn, ahol elmondják, hogy nem indul semmiféle vizsgálat, ahol elmondja a családügyi államtitkárasszony, és nem más. Hogy hát ez tulajdonképpen magánügy, és a pártnak nincs vele dolga. Az egyik politikai oldal, a miénk történetesen. Azt gondolta, hogy ha ez igaz, akkor van tennivaló, a másik oldal már tudja, hogy igaz, mert kiderült, és nincs tennivaló. Ez fontos különbség. Mondta, hogy Orbán nem szólalt meg, Tóth Bertalan se szólalt meg egyébként. A kispesti polgármester valóban megszólalt, de azért ő arról beszélt, hogy számára még mindig nem tiszta, hogy vajon Lakner van-e a felvételen. És jaj már! Jó. Hogy ki beszél, és valóban ezt mondta-e, ezt valóban nem tudjuk egy vágott fölvételről, készült fölvétel után, vágni mindent lehet, másrészt meg nem tudom, hogy az ő hangja-e, ezt egyikünk se tudja. Igen, de Kajda Péternek tudnia kell, mert hogy ők ugye együtt járnak horgászni, együtt járnak focizni, jó én barátok, tehát kispesti kb. Mint a Rákosfalvi meg a Borkai. Világos. Én beszéltem kispesti ismerősökkel, igaz az első még vizuálisan is látható fölvétel után, ők azt mondják, hogy valóban nem ismerték fel a hangot. Nem tudom, hogy mi van később, de akárkinek a hangja, ha bebizonyosodik, hogy ez tényleg vágatlanul és nem agyonmanipuláltan ő mondja, akkor az a helyzet, amit Gajda Péter mondott, mennie kell. Ilyen mondatot nem hallottam még Borkai Zsolt esetében. Kata elmondta, hogy kire kell akkor most szavazni Borkai ellenében Győrben, de most mit tegyen a kispesti választópolgár? Tehát ott most kire kell szavazni egy ilyen ügy után? Hát szerintem az az egyértelmű, amit mindenkinek tudatosítania kell magában, hogy aki lop, az távozzon a közéletből. Ha valóban bebizonyosodik az, hogy ez a képviselő elkövette ezeket a bűncselekményeket, nagyon örülök annak, hogy elindult egy kivizsgálás, mert ez, ha tényleg így van, ez egy felháborító esemény, mely aláássa a demokráciát, aláássa a maradék bizalmunkat és az állammal szemben, és nem lehet megtűrni egy ilyen embert. Az a baj, hogy vasárnap reggel 6 óráig az urnák nyitásáig nem fog kiderülni. Se ez, se a Borkai. Hát tesznek róla, mert ugye a Gajda Péter azt mondja, hogy hát ő egy hete nem éri el a legjobb barátját, vagy az egyik legjobb barátját, ami hát azért lássuk be, megmosolyogtató. Tehát egy ilyen balhé közben hova tűnt ez az ember? Az MSZP mit tud arról, hogy hol van ez az ember? Gajda Onnan Péter a jó mit... égből kéne ezt tudni, hogy hol van ez az ember. Hát MSZP ez az ember, vagy éppen korrupciót ismer. Hogy minden pártagunkról tudjuk, hogy éppen hol van. Hát ő nem minden pártag, ő nem akármilyen pártag, hanem egy korrupciós ügybe keveredett, amiben részint magára terhelő mondatokat, állítólag, vagy manipuláltan, nem tudjuk, de ezt sem sikerült még kideríteni. De ami fontosabb az, hogy ő az egész rendszert írja le. Tehát leírja azt a rendszert, amiben ő is mozog, és amiben ő tud érvényesülni azzal, hogy évi 100 milliót megkeres. Azt a rendszert írja le, ha tényleg az ő mondatai így hangzottak. Azért kell a vizsgálat, amit
Gajda Péter maga kezdeményezett, és ott ő a főnök, mindenképpen ő a közvetlen főnök ebből a szempontból, hogy ez derüljön ki. Ha kiderül, hogy ez a pasi tényleg ezt mondta, akkor menjen a csodába. Hát ez kideríthető, hogy fölvettek 1,7 milliárd forint, vagy milliárd forintot arra, úgyhogy volt 800 millióük tartalékban, ez tök ellenőrizhető. Jézus Mária, de hát ez az önkormányzatoknál általános szokás, hogy a tartalék mellett a fejlesztésre hitelt vesznek. Csak azért röviden, Kata, mert aztán el kell menjünk reklámszünetre. Láttam a szemeden, hogy én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy október 13-a után momentumos képviselők is ott fognak ülni az önkormányzatokban, hogy a disznóság legapróbb jeleinél a sajtóosztónk fordulni, nem fogjuk hagyni azt, hogy ilyen mindenféle gyanús alakok mutyizzanak körülöttünk, ezért akarunk beülni a testületekbe, hogy ne fordulhasson olyan azt, hogy bárki lopja a közpénzt. És ezért legyen ellenzéki többség, amelyik ezt garantálni tudja reményeink szerint. Na, az a helyzet, hogy borkai sajtótájékoztatóra nem tudunk kapcsolni, mert hogy az nincs, de Karácsony Gergely kampányzáró az viszont zajlik Budapesten, úgyhogy a reklám után majd kinézünk oda, hogy mi van a helyszínen, maradjanak. Na, már is folytatjuk a stúdióban velem szemben Lendvai Ildikó, mellette Cseh Katalin és mellette Fekete Norbert, a képernyők előtt pedig önök, és akkor most már is kapcsolunk a budapesti Madács térre. Vegyük vissza Budapestet, ez a címe Karácsony Gergely főpolgármester jelölt kampányzáró eseményének. A helyszínen van kolléganőm Keserű Zsuzsi, és őt szólítom most. Szervusz Zsuzsi, ugye nem olyan régen kezdődött még ez az esemény, túl sok minden nem történhetett, de ami eddig történt, azt kérlek, hogy foglald össze. Helyzetjelentést kérek. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Pontban 6 órakor megkezdődött Karácsony Gergely kampányzáró rendezvénye. Amit fontos elmondani, hogy a rendezvény előtt kampányvideókat játszottak le az itt ülekező embereknek. Magyar színészek, énekesek buzdították arra a szavazókat, hogy Karácsony Gergelyre adják le a voksukat. Ezt azért fontos elmondani, mert a szervezők már bejelentették, hogy egy világsztár videóját is le fogják játszani, aki Karácsony Gergely mellett fog kampányolni. Titokzatosan csak annyit árultak el, hogy egy bosszúálló üzenetét fogják lejátszani itt a kampányrendezvényen. Eddig Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője köszöntötte az összegyűlteket. Ő természetesen Karácsony Gergely programjából a zöld elemeket emelte ki. Azt mondta, fontos, hogy Budapesten minél több zöld környezet legyen, minél több fa legyen, illetve úgy fogalmazott, hogy azért fontos, hogy az ellenzéki szavazók elmenjenek hétfőn szavazni, hogy Budapestnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Az est házigazdája Barabás Rihárd, ugye ő köszöntötte legelőször itt összegyűlteket, azt hangsúlyozta, hogy változásra van szükség itt Budapesten. A beszédeket azt már elmondtam a híradóban is, valamennyi párt képviselője fel fog szólalni, Kunhalmi Ágnes, Dobrev Klára, Szabó Tíme, a Fekete Győr András, és természetesen a felszólalók sorát Karácsony Gergely fogja zárni, amit az ATV nézői az Egyenes Beszéd című műsorunkban majd élőben követhetnek. Szépen, Zsuzsi, biztos, hogy sok szó lesz még erről a rendezvényről, a vendégektől pedig reakciókat kérnék a látottakra, hallottakra. Amerikai színész beszáll Karácsony mellett ezek szerint a kampányba. A tömeget nehéz volt megbecsülni egy ilyen alsó kameraállásból, nehéz megsatszolni, hogy hány ember lehet a helyszínen. Mit gondoltok? Egy kommentem lenne, hogy valószínűleg kis tévedés miatt, de az hangzott el, hogy hétfőn menjenek el szavazni az ellenzéki szavazók. Arra kérek mindenkit, hogy vasárnap. Hogy ne hétfőn menjenek. Mikre figyelsz? Engem el is ment a fülem mellett. Igen. Hát azt kell tudni, hogy ez most a kampányzárók estéje nekem, ha nem itt lennék nagy megtiszteltetéssel köztetek, akkor egyszer legalább 3 kampányzárón kellene lennem, mert a fővárosi mellett a kerületiek is most vannak. Mindenki izgul. Én már nem tudok aludni egy hete, ez mondjuk magánügy, mert talán az átlagosnál is nagyobb a tét. Sosem mindegy, hogy Budapestnek ki a főpolgármestere, de most egy picit nagyobb a tét, ezért talán értettem az okfejtésedet, de nem értettem egyet azzal, hogy a Fidesz most akár örülne is, hogyha értettem, hogy mire mondod. Ezt tudnélik, óriási, nem csak politikai, hanem az üzletei miatt gazdasági veszteség is volna neki. A bálvány megrepedne.
a Fidesz megdönthetetlenségének mítosán legalábbis lenne egy repedés, ami azt a komoly eredményt jelentené Budapesten is az országban, hogy érezné a kormánypárt is, hogy nem csinálhat mindent. Eddig, mint kés a vajban ment minden tekintetben előre. Ha egyszer valahol, remélem minél több helyen megállt mutatnak, az már egy jobb országra nyújthatna lehetőséget. Hisztek-e Törő Gábornak abban a gondolatában, hogy ha itt most lesz ellenzéki áttörés, az lendületet ad, ami kitart 2022-ig, viszont hogyha nem, akkor azzal gyakorlatilag el is dőltek a 22-es választások. Szerintem most nem a 22-es választásról kellene beszélni, hanem arról, ami most lesz jövő vasárnap. Mi lesz következő 2,5 évben, fogalmunk sincs. Csak Ildikó azt mondta, hogy ennek most nagyon-nagyon jelentősége. Tétje, de szerintem itt főleg az a tétje, hogy milyen lesz Budapesten a levegő minősége, milyen lesz Budapesten a közlekedés minősége, milyen lesz Budapesten élni. Ez a tétje ennek a választásnak. És csak még a korábbihoz hadd fűzzek hozzá annyit, hogy én úgy érzem, hogy változik a hangulat. Ugye mostanában kevesebbet vagyok itthon, 4 napot vagyok Brüsszelben, 3 napot vagyok Budapesten. És csak ma egy boltban egy kedves eladó felismert, és mondta, hogy nagyon drukkol, aztán mentem haza metróval, és akkor ott 2 fiatal srác rám köszönt, és így azt mondta, hogy ugye nyerünk vasárnap. Tehát olyan szintű lelkesedést látok most az emberekben, soha korábban nem láttam ilyet. Na, egyiknek sincs már állása. Ironizáltam persze, Norbi. Szerintem van egy harmadik variáció is a Törő Gábor féle két útból, az, hogy olyan arányban nyer az ellenzék, vagy veszít a Fidesz, hogy azon 3 évig elvitatkoznak, hogy ez mekkora aránynak számít. Tehát, hogy de ami ugye az ellenzék arról is beszél, hogy ugye itt most neki állnak lebontani az Orbán rendszert, bár ugye most akkor nem tudom, hogy ez most az előjátéka-e annak 2022-nek vagy sem, de mindenképpen biztos, hogy van annyi összefüggés, hogyha most azokon a helyeken, ahol 4-5 évvel ezelőtt egy beugró Boros Lajos, Boros, nem. Bokros. Bocsánat, yes. De fiatal van. Szóval egy beugró Bokros Lajos 36%-ot ért el, és most Karácsony Gergely nem tudja ezzel maga mögé felsorakozott párt tömeggel megugrani ezt, és megnyerni, akkor az biztos, hogy az katasztrofális következményekkel fog járni az ellenzék számára. Nézzünk akkor friss közvélemény, maradunk a témánál, friss közvéleménykutatási adatot, a NAP grafikonját szeretném megmutatni önöknek, meg a vendégeknek, akik persze egyébként ezt már ismerik. A Századvég publikált ma előrejelzést, eszerint Tarlós István támogatottsága 49%, Karácsony Gergely 44%, Puzsér Róbert 6%-on áll, és Berki Krisztiánnak 1%-ot mérnek. Itt visszautalnék arra, amit Cseh Katalin mondott, hogy úgy érzi, mintha egyre nagyobb lenne a lelkesedés. Ugye ez most a századvég mérésben, ez nem hiba határa, az 5%, a 44 és a 49 közötti. Viszont az kétségtelen, hogy náluk is záródik az olló, mert a Századvég és korábban a Nézőpont ennél jóval nagyobb különbséget mért Karácsony és Tarlós között. Hát ez persze két dologgal is magyarázható elvileg. Az egyik az, amit a Kata mondott, vagy föltételezett, hogy változik a hangulat. Remélem, hogy igazad van, de azért létezik olyan magyarázat is, hogy ezek a nagyon Fidesz és kormány közeli intézetek korábban kicsit sugalva a választóközönségnek, hogy Karácsonynak nincs esélye, nagyon nagyra nyílt ollót mutattak, most meg azért közeledve a választáshoz nem akarják blamálni magukat. Jól emlékszem, a Nézőpontnál volt 13% is a különbség. Nem a blamától férnek ők szerintem, hanem a Fidesz azt üzeni, tehát ezzel akarja a saját híveit mozgósítani, hogy nézzétek, már csak 5%, feljött ez a gazember a tarlósunkra, és menjetek el. Tehát én inkább ezt látom mögötte, nem hiszem, hogy a Századvégnek lenne a jelentelessége. Egyébként szerinted, Norbi, a Fidesz szavazó nem megy el, tehát nem annyira fegyelmezett, hogy elmegy akkor is, hogyha nagy a különbség, és elmegy akkor hát is. Ha olyan marha fegyelmezett lenne, akkor nem kell milliárdokat ölteni a Fidesznek a mozgósításba, mert akkor, mint a droidok elmennék a maguktól, de hát kell őket motiválni krumplival, mindenféle cetlikkel, amiket rezsire válthatnak, tehát hogy azért bele kell dolgozniuk nekik. És egyet ne felejtsünk el, hogy az ilyen borkai meg egyéb ügyektől nyilván nem áll át a lelkes Fidesz szavazó az ellenzéki oldalra, de kicsit annyira meginokhat, hogy otthon marad. Tehát már csak ezért is érdemes nekik minden eszközzel mégiscsak elrugdosni szegényeket a szavazó urnához. Én több olyan kutatást is olvastam, meg nyilván az általunk ismert adatokból is az látszik, hogy
hogy itt szerintem a Momentum szavazók lesznek a mérlegnyelvei. Mert látszik azt, hogy valóban egyre több Momentumos, most már talán 80% körül van azon Momentum szavazók aránya, hogy Karácsony Gergelyt támogatják, és még mindig vannak, akik bizonytalanok. És én most nekik szeretném azt üzenni, hogy persze, nagyon sok fenntartás lehet bármilyen politikussal szemben, és senki nem tökéletes. De most tényleg arról tudunk szavazni, hogy egy jobb helyét tegyük Budapestet, most tényleg van reális esély győzni. És ez nem is csak ilyen szimbolikusan fontos, hogy akkor mi lesz a Fidesszel, hanem egyszerűen jobb hely lesz a város. Egy európai színvonalú város lesz, több zöld felülettel, kevesebb korrupcióval, egy élhetőbb és boldogabb város, és ez megér annyit, hogy elmenjenek a Momentumos szavazók leszavazni Karácsony Gergelyre, és szóval én nagyon szeretnék mindenkit kérni arra, hogy vasárnap döntsön így. Arról tudtok-e valamit, hogy az a Momentumos, aki ma még nem biztos a dolgába, és mondjuk nem tud teljes szívvel beállni Karácsony mögé, az egyébként mit csinál? Otthon marad, Tarlósra talán nem szavaz, de szavaz-e Puzsérra? Mit csinálnak ők? A Momentum ugye egy rendszerellenzéki pártként jött létre. Nagyon sokan vagyunk olyanok, akiknek korábban jobboldali preferenciáik voltak, nagyon sokan vannak olyanok, akik korábban nagyon nehezen tudták volna elképzelni, hogy bármilyen pártjelöltjére leszavazzanak, ezért lettünk Momentumosok, ezért vagyunk mások, ezért vagyunk egy új politikai kultúra, ezért képviselünk határozott dolgokat a hétköznapokban. De ezért biztos van olyan, aki otthon akar maradni, lehet, hogy aki azon dilemmázik, hogy Puzsérra szavazom, vagy Tarlósra, de szerintem tényleg a változás első lépése az, hogy törődünk a környezetünkkel, és ha tudjuk, akkor átlendítjük a közösségünket pont azon a lépésen, amely után egy jobb város tudunk teremteni, és itt mindenkinek jobb lesz élni, mindegy, hogy amúgy mit gondol a világról. Ez a lebetonozott, embertelen, mutyizós rendszer, amit a Fidesz kiépített, ez senkinek sem jó. Na, bocsánat, nagyon. Ja, semmi, nagyon nem, benned nem, csak van. Ez egy ilyen Möbius kampánybeszéd volt. Jó, folytatjuk. Nem, ez folytatjuk azzal. Ez kampánybeszéd volt, én ezt őszintén így gondolom, én nem akarok tovább élni Tarlósféle Budapesten, és szerintem sokan vannak. Meg egy politikustól azt a lehetőséget, hogy mozgósítson a televízión keresztül, szerintem nem lehet elvenni. Ez kiár bárkinek. Nem lehet ezt őszintén gondolni, hogy nem kell ide több beton, hanem több fa kellene? De én elhiszem, hogy lehet őszintén gondolni. Egyébként én is ezt gondolom. Na, azzal folytatjuk, hogy sokan azt mondják, hogy soha nem volt még ennyire alpári a kampány, mint most. Furcsaságok, hazugságok egy jelölt közül lehető, vagy választási esélyek, ezek jönnek most összefoglalva két percben. A szokatlanul durva választási kampány húzó témájának a fideszes Borkai Zsolt adriai orgiája és a kispesti szocialisták botrányos hangfelvétele bizonyult. Mindemellett azonban számos furcsa, időnként az őrület határát súroló esemény tarkította a kampányt. Egy kormánypárti aktivista műpénisszel provokálta Karácsony Gergelyt és Alföldi Róbertet. Puzsér Róbert arra szólította fel támogatóit, hogy 11 fővárosi kerületben érvénytelen szavazatot adjanak le. Mohácson egyetlen polgármester jelölt maradt, miután a Fidesz jelöltje elhunyt. Tarlós István szombat este 9 órára hívta össze rendkívüli ülésre a fővárosi közgyűlést a patkánytender ügyében. Kiderült, hogy a hazai sajtóhírekkel szemben Scarlett Johansson nem biztosította támogatásáról Tarlós Istvánt, amikor nyáron találkozott a főpolgármesterrel. Szekszárdon azzal vádolták meg Bomba Gábor ellenzéki polgármester jelöltet, hogy győzelme érdekében kihasználja a névazonosságot a bomba energiaitallal. Na, a kérdés az, hogy mostantól kezdve erre lehet-e számítani. Tehát ilyen altesti témák uralták a kampányt, volt itt minden hazugság, árulás. Az a jobbik eset, hogyha ettől rossz, sokkal rosszabb lesz, mert az azt jelenti, hogy lesznek még választások. Erre jó mondat volt. Én még olyan szellemet nem láttam, amit a palackba vissza lehet gyömöszölni. Még a mesébe sincs olyan. Ha ez egyszer kiszabadult, akkor mindig lesznek erők, akik ebben érdekeltek. De könyörgöm, épp azért nem kell olyanokat tanácsolni, mint amit itt hallottuk éppen Puzsértól, hogy adjanak le az emberek érvénytelen szavazatot, ami ugyanaz, mintha otthon maradnának, mert akkor ebben sem lesz változás, hogyha nem szavaznak. Azt mondják, hogy a világot azt tartja most egyensúlyba, hogy az atomhatalmak tudják, hogy mindenki veszíthet azzal, hogyha a másikat megtámadják. Nem gondolja Ildikó Kata, hogy ugyanez történhet? Hát, hogy most ebből kiderül, hogy az mindenkinek baromira fáj, hogyha elkezdünk a másikról kitolni ilyen információkat. És hogy éppen ezért a szellemet majd vissza fogják gyömöszölni a palackba?
én őszintén egy optimista embernek tartom magamat, és én hiszek abban, hogy eljön még az a pont Magyarországon, amikor valódi politikai témákról lesz szó, a társadalmat érintő kérdésekről lesz szó, és amikor ezeket a korrupt alakokat, meg gyanús embereket nem fogjuk heteken keresztül nézni, hanem azonnal lemondatják a választók. Mi egy ilyen Magyarországért fogunk dolgozni, de ezért fontos, hogy most megmutassuk a hatalomnak, hogy ez elég volt, és vasárnap mindenki menjen el és szavazzon az ellenzék közös jelöltjeire. Ez az első lépés egy normális ország felé szerintem. Van még körülbelül 50 másodpercünk, nem feltétlenül kampánybeszédre, hanem akár arra, hogy vissza lehet egy gyömöszölni a szellemet a palackba. Mit gondolsz, Norbi? Vissza, senkinek se jó. De hogy lehetne? Hát, ha már egyszer ilyen magasan van az inger küszöbe, azt utána már nem lehet mással, alatta lévővel megugrani. Aha, szóval akkor erre számíthat. Meg mindig lesz, akit minden pártban lesz olyan, akit ki akarnak nyírni. A sajátjai. A cél az, hogy legalább azt érjük el, hogyha kiszabadult már ez a ronda szellem a palacból, akkor próbáljuk visszaterelni a botrányban az igazi botrányra, amire itt utaltunk például a figyelmet, hogy nem a szex a valódi botrány, a korrupció a valódi botrány és a lopás. Ez a mi felelősségünk politikusoknak, hogy nem megyünk bele ebbe a játszmába, hogy mi nem szivárogtatunk, meg nem gyűlölködünk, meg megalázunk, hanem a víziónkról beszélünk, ez a mi dolgunk. Ez pedig egy jó péntek délutáni beszélgetés volt. Köszönöm Lendvai Ildikónak, Cseh Katalinnak és Fekete Norbertnek, meg önöknek, hogy nézték. Találkozunk majd vasárnap este a választási műsorba, és a napi híre folytatódik hétfőtől. Minden jót, viszontlátásra!